Zárt körű állásbőrzét szerveznek a miskolci fürdők elbocsátott dolgozóinak a barlangfürdőben. Ahogy arról korábban beszámoltunk, a kigazdálkodhatatlan működési költségek miatt 110 dolgozót kényszerül elküldeni a cég. És mától határozatlan időre már egyik fürdő sem fogad vendégeket. Az Ellipsum élményfürdőben ismét garanciális javításokat végeznek, és hamarosan a strandfürdő tavaly leégett infraszaunájának a felújítása is elkezdődik. Szokatlan látvány hétfő délben. Egy turista sem lép be a barlangfürdőbe. A bejáratnál a tábla egyértelműen jelzi, hogy a létesítmény zárva van. Sőt, az is olvasható, hogy egyelőre nem tudni meddig. Az előcsarnok és a medencetér üres. A kényszerű döntést azért kellett meghozni, mert a drasztikus áremelkedés miatt a működési költségek kigazdálkodhatatlanná váltak. Azt gondolom, hogyha meghalljuk azt, hogy 3 hónap tekintetében 61 millió forint a gázár növekmény csak itt a barlangfürdőben, akkor mindenki azt gondolja, hogy ez kigazdálkodhatatlan. Mi ebben az évben hajtottunk végre, hosszú évek után először egy jegyáremelést. Ez a jegyáremelés 15% volt. Ebből az következik, hogy a 15%-os jegyáremelés messze nem fedezi azt a többletköltséget, amelyet most a gázár növekmény eredményez. Ráadásul a bezárás mellett egy másik nehéz döntést is meg kellett hozni, 110 dolgozótól kénytelen megválni a cég. A kezüket azonban nem szeretnék elengedni, ezért csütörtökön zárt körű állásbőrzét szerveznek nekik, annak érdekében, hogy minél hamarabb el tudjanak helyezkedni. Több mint 10 munkáltató jelenik meg, akiknek nagy lehetőségük van, ahogyan mondtam, ezen munkavállalói réteg felszívására. Nagyon szívesen látják őket, mi pedig hálával és köszönettel tartozunk a segítségükért. Mindezért illetve segítséget nyújt, nagyon erős segítséget nyújt nekünk a Paktum iroda is. Az átmeneti leállás nem csak a barlangfürdőt érinti, mától már egyik fürdő sem fogad vendégeket. Az Ellipsum élmény és strandfürdőben múlt hét óta szünetel a működés. Az élményfürdőben ismét garanciális javításokat végeznek. A sakkmedencén kívül az összes medencét újra burkolják. A tervek szerint a munkát december végére fejezik be. A strandfürdő területén sem áll meg az élet, a tavaly leégett infraszauna felújítása is hamarosan elkezdődhet.